Ez a szöveg Kassák Lajos egy versére íródott, üzenet a jó embernek. Papa, ne tapogasd a zsebeidet, tudom, hogy nincs nálad semmi, amiért elő kéne venni a lefegyverző modoromat. Nem kell a bőz hőzöngés, hősi ömlengés, magömlés, lólengésben. Tudjuk, hogy csak úgy csinálsz, mint aki nem tengleng, de tetszik a céltudatod. Mondjuk, ha pofán vágnak egy moszkvics sárhányóval, földre csüccsensz te is, nem, de bár. Doktor úr, a maga szíve sose fáj. Nem alszik át napokat akkor is, ha nem muszáj. Vagy hogy a depresszió nem trendi. A szomorú fiú image sosem megy ki a divatból. Férfi az, aki borostás és leharcolt, és a film végén akkor is ellovagol, hogyha ezzel lemond egy koporsónyi pénzről, egy megüresedett farmról, meg egy megözvegyült ex-kurváról, aki Brigitte Bardot. A fasz szénhidrátozol már. Buddhista lettél, a tested egy oltár, ez oltári. Te tényleg nem akarsz meghalni? Nem a cigi, hanem a bicikli, te feltűrt nadrágos paraszt. Méregtelenítő kúra idején büdösebb vagy, mint a Bond. A kék Bond. És akkor nekem miattad kell a statisztikai átlagnál korábban meghalnom, hogy te tovább élhess. Te nem veszed ki a részedet a társadalmi felelősségvállalásból. Enyém az összes szív- és érrendszeri megbetegedés. Rákok hosszú sorban. És akkor te mondod nekem, hogy Krisztus elavult. Több a nő, mint a férfi. És akkor te játszod itt a tisztesség szobrát. Te vágytalanság után vágyódó gyógynövény. Te láncsátlan utifű. Te gentleman. Te trubadur. Te lovag, és akkor tőled hercegnői koronát kapnak, tőlem meg viszketést. Ez neked tisztesség? Legalább egy csigát tapos el, egy kölcsönt ne adj meg, áltass szerelmes gimnazistákat, hazudj szerelmet férjes asszonyoknak, maradj le a nagy lehetőségről, meglásd, isteni lesz, és már is mindenki szeretni fog. Te böcsalc.